Köszönöm, elnök úr! Tisztelt államtitkár asszony! A magyarországi üzemanyag kiskereskedelmet végző benzinkutak hozzávetőlegesen fele kis és közepes vállalkozás, független benzinkút. Mintegy 1000 ilyen vállalkozás működik országszerte. A tavaly novemberben bejelentett üzemanyagársapka intézkedésének következtében ők mára végveszélybe kerültek, hiszen az eladott üzemanyagból nem keletkezik bevételük. Míg a MOL rekordnyereséget tudott realizálni, addig az üzemanyagkereskedő kisvállalkozások a túlélésért küzdenek. Ezeknek a benzinkutaknak a kivéreztetése amellett, hogy magyar tulajdonú vállalkozásokat tesz tönkre, súlyos üzemanyagellátási problémákat is okozhat, hiszen nem egy esetben kizárólag ezek a benzinkutak képesek kiszolgálni bizonyos térségeket. A kormány hosszú idő után belátva a fenti problémák okozta súlyos veszélyeket, a kis benzinkutak támogatására 18,5 milliárd forintot különített el. Nobilis Márton államtitkár bejelentette, hogy a pályázók már augusztus hónapban hozzájuthatnak a támogatáshoz, ám rengeteg kis benzinkút mind a mai napig nem kapta meg a számára megítélt támogatási összeget. A kérdésem tehát az, hogy mikor fogja teljesíteni a kormány a kis benzinkutaknak tett ígéretét, mikor fogja maradéktalanul kifizetni azokat az összegeket, amelyek számukra a túlélést jelentik. További probléma, hogy a MOL rájuk kényszerített szerződése alapján nem vállalja már az üzemanyagok kutakra való kiszállítását, arról maguknak kell gondoskodni, ezek a tetemes szállítási költségek viszont tovább terhelik az egyébként is nyereség nélkül működő kisvállalkozásokat. Továbbá ők a piaci energiaárak megfizetésére kötelezettek, ami a fűtési szezonban újabb szakadék felé sodorja őket. Ezért a kérdésem, hogy az ársapka rendelkezés meghosszabbítása miatt a negyedik negyedévre várható-e a kisbenzinkutak javaslata alapján a szabályozás ésszerűsítése. Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen, alelnök asszony. A választ, mint említettem, Vitályos Eszter miniszterhelyettes államtitkárasszony fogja megadni. Parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Köszönöm szépen a kérdését, amelyet egy fontos témában tett fel a tárcánknak, immár másodszor. Korábban ugyanis már megválaszoltam az ugyanebben a témában feltett szinte szóról-szóra azonos írásbeli kérdését, ezért most szóban is szeretném megerősíteni a korábban adott válaszomat. A kis benzinkutakat működtető vállalkozók pontosan tudják, hogy nem fedi a valóságot, amikor azt állítja, hogy a kormány csak hosszú idő után ismerte fel a helyzetet, és hozott intézkedést a megsegítésük érdekében. Fontosnak tartjuk, és mindig is fontosnak tartottuk a vidéki ellátásbiztonság garantálását, hogy ne csak a nagy benzinkutakon, hanem a kis benzinkutakon is elérhető legyen az üzemanyag. Pontosan tudjuk, hogy a kis benzinkutakat jellemzően kevésbé tőkeerős hazai kis- és középvállalkozások üzemeltetik, éppen ezért az ön állításával ellentétben nem hosszú idő után, hanem már 2022. márciusában bevezettük a kis benzinkutak támogatásának programját 10 milliárd forintos induló keretösszeggel. Ennek a programnak a lényege, hogy az érintett vállalkozások a 2021. évi adott hónapokban értékesített üzemanyag mennyiségének 80%-a után literenként 20 forint támogatásban részesülhetnek. A kormány 2022. júniusában döntött róla, hogy folytatja a kis benzinkutak támogatását, így a program hatálya további 3 hónappal szeptember végéig meghosszabbításra került, valamint további 8,5 milliárd forint többletforrás került elkülönítésre. A módosított felhívás augusztus 17-én jelent meg, az új kérelmeket már augusztus 19-e óta be lehet nyújtani. Szeretném tehát mindenki számára világossá tenni, hogy a kérelmek elbírálása folyamatos. A tartalmi és formai kritériumoknak mindenben megfelelő kérelmek esetében az önállításával ellentétben a kifizetések rendben zajlanak. Kérem, támogassanak bennünket ezen intézkedésünkben. Köszönöm szépen a figyelmet!